Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a mai Kézre Fel videóban, amelyben a Presszás tavaly bemutatott Sharp Edge sorozatának egy kicsit a szívemhez közelebb álló színváltozatát fogom nektek megmutatni. Leginkább talán a fehér-kék számlapos változatot ismerhetitek, bár a zöld számlapos elég különleges, a mai alkalomra viszont egy barna számlapos változatot hoztam, mert azt gondolom, hogy a barna az egy kicsit hátra vonulva, egy kicsit kevésbé attraktívan jelenik meg ma az óra számlap készítéskor, viszont egy nagyon izgalmas szín tud lenni, és a Sharp Edge-nek a mintázatával ez egy külön, igazi különlegesség a kollekcióban. Kezdjük hát egyből akkor a kicsomagolással bontsuk ki azt a dobozt, ami egyedül a Sharp Edge sorozatokhoz kínál a Seiko, és ugye ma egy kicsit abból a szempontból szerencsés vagyok, hogy azért, mert egyedül készítem ezt a mai videót, nincs aki elvegye előlem a kicsomagolás élményét. Tehát ez a szép barna zebra mintás fadoboz az, ami a Sharp Edge modellekhez tartozik, és ennek a doboznak a színe különösen jól passzol a ma itt megjelenő rózsa-arany tokos, barna számlapos változathoz. A Sharp Edge-ről talán kevesen tudják, hogy ez az intenzív számlap struktúra, ami itt megjelenik, ezt japánul úgy hívják, hogy Asanoha, ami kender levél mintát jelent, és ez a japán kultúrában már lassan közel 1000 éve különböző formában, de mindig visszatérő motívum. A 1200-as évek vége felé kezdték el a kender levelet szövetekhez használni, szőttek belőle ruhákat. A mai korban ez inkább a kenderlevél minta, az a fiatalság jelképe és szimbóluma, és ezért esett a Seikónak is a választása arra, hogy ebben a Sharp egy sorozatban ez a cikk-cakkos mintázat jelenjen meg, ami a japánokra és különösen talán a Seiko számlap készítésére jellemzően a fény és az árnyék játékokhoz nagyon jól passzol. És ha már ma egy kicsit japánul tanulunk, akkor ehhez a kenderlevél mintához, ennek a barna színnek is van egy japán kifejezés, ami ezt a színt leírja. Erre ezt úgy hívják, hogy Shushutake, ami egészen pontosan egy füstös barna bambusz színt jelent, és talán azt gondolom, hogy ennél jobban nem is lehetett volna leírni azt a barnaságot, amit ez a számlapszín tükröz. Mielőtt kézre venném az órát, gyorsan nézzük át az órának a fizikai méreteit. Maga az óra átmérő korona nélkül egy kicsit több, mint 39 mm, koronával együtt pedig 42 fölé nyúlik néhány tized milliméterrel. A tokfül távolság az 48,5 mm, az óra vastagsága 11 mm, és hogyha valaki az eredeti gyári szíjat szeretné lecserélni, akkor egy 20 mm széles szíjat kell választania. Az óra tok füleinek a távolsága 20 mm. Ahogy látjátok, a zár része az egy békazár, és ez egy nagyon hasznos funkció a tüskezárhoz képest, hiszen a napi használatban jellemzően mindenki egy, maximum kettő lukat használ a bőrszíjon, viszont a mindennapi nyitás és zárás alkalmával kevésbé rágódik ki ez a bőrszíjon ez a luk. Ezt az igénybevételt a fémcsat veszi fel, és éppen ezért sokkal hosszabb ideig lehet a bőrszíjat használni, illetve amikor esetleg a bőrszíj előregszik, akkor maga a zárrészt azt át lehet tenni az új szíjra, és akkor ezzel is egy kicsit költségcsökkentő megoldást tudunk alkalmazni.
Nézzük meg gyorsan, mielőtt én fölteszem azt, hogy hogyan kell méretre állítani ezt a zártípust. Ugye először a zárrész két oldalán egy rugót benyomunk, ezzel le tudjuk nyitni ezt a fület, és ezt követően ennek a zárban levő tüskét kihúzzuk az adott lukból. Nekem jellemzően az ötödik luk az én kézméretem, tehát ide beállítom, és utána pedig visszahajtva ezt a fület tudom fixálni, és ezután már kézre is tudom venni. Én mindig azt szoktam javasolni, aki még nem használt ilyen zárat, hogy egyből bújtassa be a szíjat, és ezt követően egy finom mozdulattal tudja rögzíteni. Én most igyekeztem egy dress órához egy kicsit dresszkódos inget is venni, ehhez a bemutatóhoz, ehhez a videóhoz. És bár én nem vagyok annyira az arany színnek a pártján, de azt gondolom, hogy ehhez a barna színhez kifejezetten jól áll a rózsa-arany tok és a korona. Nekem nagyon tetszik. Egy picit menjünk el az ablakhoz közelebb, és nézzük meg természetes fényben is, hogy hogyan mutat ez a számla. És ez a barna szín a mesterséges fények mellett a természetes fénynél is milyen árnyalatokban jelenik meg. És akkor most, hogy ezt is megnéztük, akkor már csak egyetlen feladatunk maradt, ami viszont nagyon különleges, hogy a foszforeszkáló mutatókat és az indexeknél levő kis pontokat is megmutassam nektek, ehhez hamarra mindjárt lekapcsolom a világítást. Azonban még annyit elmondanék előtte, hogy általában nem jellemző, hogy az elegáns ing vagy öltönyórákhoz fluoreszkáló mutatókat használna a Seiko. Jellemzően ami elegánsabb, az ritkán passzol össze a világítással. Ez korábban például a Kinetic Perpetual-es óráknál volt különösen megfigyelhető, ott nem használtunk ilyen anyagot, és emlékszem, hogy a világos számlapos változatnál több olyan ügyfelünk is volt, olyan vásárló, aki külön kérte az órásmestereket, hogy a fehér számlap fölött az acélszínű fénylő mutatókat fessék le feketére, hogy kontrasztosabb legyen és könnyebben leolvasható. Tehát akkor menjünk be egy sötét helységbe, kapcsoljuk le a villanyt, és akkor láthatjátok, hogy hogyan világítanak a mutatók a sötétben. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, ennyi volt a Sharp Edge barna számlapos rövid bemutatója. Ha nem tettétek meg eddig, akkor iratkozzatok fel a Seiko Boutique Budapest YouTube csatornájára, a harangra kattintva állítsátok be, hogy a következő videókról azonnal értesítést kapjatok. A leírások pedig kérlek titeket, hogy írjátok meg, hogy melyik óra legyen a következő videónak a tárgya. Köszönöm még egyszer, hogy velem voltatok, sziasztok!